Habáczalóki Városnap, egyeztettek a városvezetők, kezdődik a fűtési szezon, előzzük meg a tragédiát, megújult a Pólhamarai út Túrkevén. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 12-én 18 óra 5 perckor. A tavaly felavatott Abádi Rév emlékműnél tartották meg a hagyományos városnapi ünnepséget, ahol a fiatalok köszöntése mellett átadták a város elismerő díjait is. A fiatalok hagyományos köszöntése után Balogh Gyula, a város polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Az idén 125 éve egyesült a két település, 1896-ban Tiszaabád és Tiszaszalók azóta Abáczalók néven éli tovább regényes életét. Mint a szülők gyermeke, két összeillő ember közös tulajdonságait magában hordozó utód. Az élet legfőbb értelme. Abáczalók mindig törődött adottságaival, egyedi arculatával, mindig voltak, akik őrizték hagyományait, megbecsülték értékeit, gyűjtötték azokat, továbbadták az utókornak. Számos olyan értékes ember élt és él itt, akik térségi szinten, de országos szinten is jelentőset alkottak, vagy helytörténeti jelentőségük kiemelkedő. Itt vannak velünk azok a fiatalok, akik most kezdik nagykorúságukat. Az elsők, akik névre szóló téglát vehettek át tőlünk, mint építőkövet, ma már 24 évesek. Minden lehetőség megvan arra, hogy közülük is kerüljön ki egy-egy olyan neves szülöttünk, vagy Abáczalókhoz kötődő híres személyek, mint Laki Kálmán, orvos-biokémikus, Ember Mária írónő, Ember Judit filmrendező, Kovács Miklós egyetemi tanár, Abádi Benedek kutatója, Kovács Mihály festőművész. De itt született Udvarhelyi Miklós színész, aki Katona József, a Bánkbán szerzőjének a barátja volt, vagy Abádi Nagy Zoltán egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem rektora, aki ezúton is üdvözletét küldi önökhöz, de egészségi állapota miatt nem tud személyesen jelen lenni, de lélekben itt van velünk. Tavaly nagyon szép előadást tartott itt ezeken a pódiumon. Sorolhatnám még, de hosszú lenne a lista. Jó tudni róluk, jó utánuk olvasni, jó rájuk büszkének lenni. Fontos, hogy tisztában legyünk mi is vele, hogy mennyi értékes embert adtunk hazánknak, a világnak. Elmondta, hogy Kovács Sándor országgyűlési képviselő szólt az abáczalókiakhoz. Egy különleges hely, amiben minden esszenciája benne van az Alföldnek, a Tiszatónak, a Tisza történelmének és a Tisza jelenjének, de benne van a Tiszató jövője is. Mert hiszen, hogyha valaki megáll a Tisza parton és elnéz a túloldal felé, a sziget felé, és a vízparton azt látja, hogy itt vagyok Abáczalókon, ilyen volt 30 esztendővel, talán 40 esztendővel ezelőtt is. De csak eddig a pillanatig mondja, hogy ilyen volt. Amikor hátralép két lépést, és megfordul a város felé, akkor azt látja, hogy itt az elmúlt 30 évben, de talán az 5 évben is nagyon sok megváltozott. Hiszen nem ismer rá a strandra. Nem ismer rá, hiszen teljesen megújult, teljesen modern, teljesen 21. századi. És hogyha megteszi azt a fáradtságot, hogy beljebb jön a városba, akkor is azt látja, hogy ez a település, a Tiszató szíve, megújult. Ezt követően Huba Imre, a Jászlanykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. És napjainkban nagyon sokan dolgoznak helyben azon is, hogy egy kiforrott karakterrel, pozitív üzenettel és saját egyedi profillal egy barátságos, fejlődő település képével szólítsa meg a vendégeket. Az egykor nagyon nyüzsgő, zenétől hangos település felváltotta a vízisportokat, a horgászatot szerető közönség, és mára nyugodtan egy pihentető atmoszféra fogadja az ideérkezőket. De megmaradt a vízisport, megmaradt a horgászat, megmaradtak
az itt eltöltött szórakoztató napok és hetek. És ahogy múlt az idő és jött a jövőnk, a tapasztalt lokálpatrióták és innovatív fiatalok már jól megférnek egymással. A 2005 évi várossá válás óta óriási fejlődésen ment át a város. Látványos az előrelépés, és nem csak a turizmus terén, hiszen az idegenforgalmi beruházások mellett a város zöld felületeinek rekonstrukciója is megtörtént, valamint az önkormányzat gondolt a jövőre, és befektetett az energetikába. A bölcsődei férőhelyek kapacitásbővítése is megvalósult, ami szintén a jövőbe vetett hitet mutatja, hiszen az a település, amely bölcsődébe, óvodába, iskolába fektet, az a jövőbe fektet. Új orvosi rendelő épült, valamint a Kovács Mihály Általános Iskola is megújult, így összességében több mint 1 milliárd 120 millió forint összegben érkezett fejlesztési forrás a bátszalókra. Minden évben ilyenkor adják át a város kitüntető díjait is. Idén Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész vehette át az Abátszalókváros díszpolgára elismerést, majd Pataki Zsoltné, Bordás Judit könyvtárvezető kimagasló munkáját ismerték el a rangos Abádi Benedek emlékplakettel. Az ünnepség után került sor a 15. Hal Vadfűző Fesztiválra, ahol a finom ételek mellett színpadi műsorok, gyermekprogramok és koncertek szórakoztatták a kilátogatókat. A déli külvároson és az északi városrészen zajló és tervezett beruházásokról a helyszínen tájékozódott Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A déli külvároson és az északi városrészen zajló és tervezett beruházásokról a helyszínen tájékozódott Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Molnár Pál a városgondnokság igazgatója, Varga Mici István a cigány önkormányzat elnöke és a két körzet képviselői, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán és Pánti Ildikó. Mint Szepesi Tibor elmondta, több fejlesztés is zajlik pályázatokból az északi és a déli külvárosi részen. Ugye több fejlesztés is ment mind az északi, mind pedig a déli külvárosi részen, amelynek természetesen folytatása lesz, és azért néztük meg, hogy azok a pályázatok, amelyek jelenleg folyamatban vannak, útfelújítások, hozzá kapcsolódó különböző területeknek a rehabilitációja, az milyen ütemben halad, és hogy tudjuk ráépíteni azokat az elképzeléseinket, amelyeket természetesen megfelelő ütemben kell megvalósítanunk. Én úgy látom, illetve úgy látjuk mindannyian, hogy azok az útfelújítások, kátyúzások megfelelő színvonalon és minőségben elkészültek, tehát lehetővé teszik a ráépülő további elképzeléseinket. Ebből a legfontosabb természetesen a hulladékkezelés, hiszen ahogy láttuk is, nagyon elmaradt ez egy picit az utóbbi időben. Nem igazán vették igénybe azokat a szemétszállítási lehetőségeket, konténert, és gondolok itt sok más mindenre is. És ez a következő nagy lépés. Tehát meg kell oldanunk azt, hogy minden háztól, kukából vigye el a hulladékgazdálkodási vállalat a háztartási szemetet. Ez ne kerüljön ki az utcára gyakorlatilag, ne kerüljön ki a konténerek mellé, hiszen utána ezzel továbbra is foglalkozni kell és kezelni kell. Tehát az útjavítás megtörtént, a kukákat kezdjük akkor most már azt gondolom kirakni a háztartásokba, és el fog kezdődni a kukás szemétszállítás. A körzet képviselői is ott voltak a bejáráson, és jelezték azokat a pontokat, amelyeket a következő pályázatba be lehetne építeni. Vannak olyan beavatkozási pontok, amelyeket fontos lesz ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, elvégezni. Vannak olyan zugok, átkötő utak, amire most jelen pályázatból nem maradt már forrás, tehát ezeket is megnéztük. Természetesen a következő pályázatnak ezek lesznek a lényeges elemei. Hiszen túl azon, hogy a kukás szemétszállítás egy nagyon fontos lépés, azért nyilván oda kell figyelni arra is, hogy a különböző közüzemek meg tudjanak valósulni, tehát majd lépni kell nyilván a víz, szennyvíz, gáz bevezetésekben, ezeken a területeken is, illetve azoknak a fontos gépjárműveknek, mentőnek, tűzoltónak, rendőrségnek azért megközelíthetővé kell tenni, hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő egészségügyi ellátást is kapjanak az itt élők is, tehát a mentőautó mindenképpen be tudjon jönni. Úgyhogy van még min dolgozni, de azt látom, hogy az az irány, amit elkezdtünk, az első lépései megvannak, és hát ahogy az ember följut a csúcsra, ugye a lépcsőfokokon keresztül,
az első lépcsőfokokon most már állunk, és hát haladni kell tovább majd ezen a lépcsőn fölfelé. A déli külváros részen Pánti Ildikó, a körzet egyik képviselője, a bejárás után elmondta, hogy az utóbbi időben az útalapok és az utcák rendezettsége nagy mértékben fejlődött, előrelépés történt az útalapok elkészítésével. Valóban örvendetes számomra is, hogy ez a bejárás megvalósult ezen a területen, és mint a területnek egyik helyi képviselője mondhatom örömmel, hogy az utóbbi időben az útalapok és az utcák rendezettsége nagyon nagy mértékben fejlődött, előrelépés történt, miután a sáros utakat, utcákat kiiktattuk az útalap elkészítésével ebben az évben, és ez örvendetes az itt lakóknak is, és valamennyiünknek. Nem csak abban az esetben, ha a mentőnek kell jönni, vagy a tűzoltónak, hanem örvendetesen elmondhatom azt is, hogy egyre több a személygépkocsi ezen a területen is, és ugye az fontos, hogy úgy a személygépkocsiknak, kerékpároknak és egyáltalán a közlekedésnek megfelelő útjai legyenek, és a közlekedés ezáltal is biztonságosabb legyen. Örvendetes valamennyiünknek, és bizakodom abban, hogy a lakosok is ennek örülnek, és megbecsülik, mert mindig úgy maradnak meg az értékek, hogyha azt megbecsüljük, és magunk is tehetünk és teszünk érte. A lakosok is örülnek ennek, és meg is becsülik, mert úgy maradnak meg az értékek, ha azt megbecsüljük és teszünk érte, mondta Pánti Ildikó. A lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzésére, a kémények és fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A kémények és a fűtőberendezések karbantartásának, illetve a szénmonoxid érzékelők hiánya miatt például az idén már 702 kémény tűzhöz riasztották a tűzoltókat, illetve 14 honfitársunk vált szénmonoxid mérgezés áldozatává. A kéményeket gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén évente célszerű ellenőrizni. Akik családi házban élnek és oda nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést választva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. A kéménytüzek leggyakoribb oka, hogy a kürtő nincs megfelelően kitisztítva, és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma is, hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, mert minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosította a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőit használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációba akár 1 percen belül is halált okozhat. Ebben a helyzetben érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni fejmagasságban a fűtőeszköz 1 méter távolságra. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, tartalmazza a Karcag TV-hez eljutatott közlemény. Egyre több út újul meg a térségben. Tomaj Monostora, Nagy Iván, Tisza Szent Imre és Abátszalók után ma Turkevén adta át F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője, a forgalomnak a megújult Póhamarai utat. A mintegy 34 millió forintos beruházásnak köszönhetően, melyből több mint 1,5 kilométer újult meg, így biztonságosan közlekedhetnek a turkeveiek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!